Fogyatékos személyek nappali ellátásával foglalkozik ez a civil szervezet nyírteleken. A település környékén főként a fogyatékkal élőket segítő szolgáltatásokat biztosítja az Egyesület. A nappali intézménybe 40 fő jár, 8-an támogatott lakhatásban is részesülnek. A szervezetnek jól felszerelt, eszközökkel ellátott saját tulajdonú ingatlana van. A térségben a szociálisan rászorulók támogató szolgálatát is ők biztosítják. A több szociális feladatot is ellátó civil centrum az elmúlt években pályázatokon indult, nemzetközi és állami forrásból fejlesztettek. Idén januárban a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működésére és a szakmai programokra kiírt pályázatán is indul. Tavaly évben az akkreditációt megkaptuk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Igaz, hogy még csak két főre kaptunk engedélyt. Itt ennek a két főnek ipari tevékenységet fogunk biztosítani. Ehhez kérjük a, működő, a szakmai támogatást ebből a pályázatból, de a, ennek a fejlesztése majd a közeljövőben a szociális Szövetkezet megalakulásához megítélt támogatási rendszerből próbálunk pályázni, ahol a saját telkünkön, saját felépítményünkön szeretnénk egy olyan foglalkoztatási ágat megvalósítani, ami a gyógynövény termesztéssel és csomagolással kapcsolódik. Szakmai programokra február elejéig pályázhatnak a civil szervezetek. A keretösszeg idén 1,4 milliárd forint. A minisztérium szeretné, hogy a kisebb szervezetek is támogatáshoz jussanak. 2,6 milliárdos az a keret, amelyből a szervezetek működtetésre, fenntartásra pályázhatnak. Ezeket a kérelmeket január közepéig várja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Erről a múlt hónap végén Nyíregyházán is beszélt a minisztérium helyettes államtitkára. Magyarországon van összesen kb. 60000 ezer civil szervezet, tehát elég nagy mennyiségben. Ezeknek a Nemzeti Együttműködési Alap egy olyan pályázat, amely most a működési kírása jelent meg, tehát arra biztosít forrást, hogy a működésre lehessen pályázni. Ez december közepén jelent meg, január közepéig lehet a megszokott módon öt kollégiumban pályázni, 100.000 és 3 millió forint közötti összegre. Az elmúlt években csökkent az alvó civil szervezetek száma, a NEÁS pályázatokra 15-16 ezer alapítvány egyesület adja be támogatási kérelmét.